Szorongás, depressziót és alvászavart is okozott a gyerekek körében a koronavírus járvány, derül ki az UNICEF Magyarország friss felméréséből. A szociális elszigeteltség miatt az öngyilkossági gondolatok és kísérletek száma is növekedett. A stúdióban Mészáros Antónia. Ahogy az előzetes, nem tudom, műsor elején még itt volt a honvédelmi miniszter Benkő Tibor, sőt már itt volt, mert hiszem ő volt az első vendég, és pont arról beszélgettünk, hogy miközben Afganisztánban az történik, ami, mi arról beszélünk, hogy a gyerekeket hogy viselte meg a Covid járvány közelsége. És hogy mennyire nem összemérhetők fájdalmak, és mennyire mindenki a sajátjával van elfoglalva. És amit ti csináltok, az pontosan arról szól, hogy mindenkinek a saját fájdalmát orvosolni ott, ahol ő él. Hát igen, bár hozzá kell tennem, hogy mi azt is csináljuk, hogy az UNICEF munkatársai ott maradtak Afganisztánban, 11 helyi irodát működtetünk, 25 munkatárs van, nemzetközi munkatárs, aki kitart ebben az új helyzetben is, és több mint 300 helyi munkatárs, akiket nem evakuáltak, és egyre fontosabb az ő helytállásuk. De őket hogy védik? Vagy hogy védi meg a szervezet maga? A szervezet egyébként nyilván kell, hogy egyeztessen a hatalmat átvevő tálibokkal, és egyelőre azokat a jelzéseket kapja, hogy igényt tartanak az UNICEF munkájára. Eddig is nagyon sokat dolgoztak a kollégák azon, hogy a gyerekeket és a családokat segítsék, és a világ harmadik legnagyobb léptékű humanitárius programja futott Afganisztánban. De tudjuk, hogy az év eleje óta több mint 500 gyermek meghalt, több mint 1400 gyermek megsebesült, hogy 3 millió gyermek alultáplált már most Afganisztánban, hogy 10 millió gyereknek van szüksége sürgős humanitárius segítségre. A kollégáink úgy gondolják, hogy ők nem mehetnek ebben a helyzetben el. Mi itt Magyarországon is gyűjtjük a forrásokat ehhez a munkához. Tehát nálunk ez nem vagy-vagy, hogy vagy Afganisztán, vagy foglalkozzunk a helyi ügyeinkkel, hanem az UNICEF egy világszervezet. Foglalkozunk a világ legveszélyeztetettebb gyermekeivel, most éppen Afganisztán az egyik legkiemeltebb fókuszunk nyilván, és foglalkozunk a helyi gyerekekkel is, és a magyar gyerekeket ez a Covid-helyzet kétség nélkül nagyon megütötte. Hát ugye én arra gondoltam, hogy mindenhol a helyi gyerekekkel foglalkoztok, tehát az afgán szervezet nyilván az afgán gyerekekkel, ti meg nyilván elsősorban a magyarokkal, és lámakkal. Mi képviseljük itt Magyarországon a világszervezet munkáját. Térjünk is erre át. Készítettetek egy kutatást. Most beszélünk megint arról, amiről egyszer már beszéltünk másképp, és ez a kutatás azt mutatta meg, hogy a Covid-járvány a gyerekekre és az őket is tápoló felnőttekre milyen hatással van, legyen az pszichológus, vagy akár egy pedagógus. Így van, ugye a korábbi felmérésünkről már beszéltünk itt ebben a műsorban, amikor szülőket kérdeztünk, most 30 szakembert mély interjúztatott a mi megbízásunkból a Publikus. Ez azt jelenti, hogy az egész országból, nagy településről, kis településről, különféle intézmény típusokból megszólítottunk gyerekekkel foglalkozó pszichológusokat, pszichiátereket, pedagógusokat, és egy elég drámai kép bontakozik ki ezekből az interjúkból, ami megerősíti egyébként, amit korábban a szülők is mondtak. Teljes egyetértés van abban, hogy a gyerekeket rendkívül negatívan érintette ez az elmúlt másfél év, és hogy ennek jelenleg már beláthatatlan következményei vannak, akkor is a holnaptól vége lenne a vírus helyzetnek. Tudjuk, hogy ráadásul egy újabb hullámra kell készülni. Vannak egészen súlyos következményei, tehát az öngyilkossági hajlam erősödésétől kezdve a gyermek depresszióig, ezt kimondani is borzasztó. És vannak a nem látszó következmények nyilván, amik majd egy felnőttkori állapotra mutatnak rá, és onnan lehet majd visszavezetni, hogy hát igen, ez itt kezdődött. De ezzel így előre mit lehet kezdeni? Hát nagyon fontos tudatosítani magunkban, döntéshozókban, szülőkben, pedagógusokban, hogy feladatunk van ezzel, és nagyon sok mindent lehet kezdeni. Ha valaki felkeresi az UNICEF Magyarország weblapját, akkor ott sokkal több tanács és anyag található erről, mint amit én most itt egy beszélgetésben neked el tudok mondani. De szerintem van mit tenni. A legfontosabb, hogy felismerjük, amikor valahol probléma van. Ez például kamaszok esetében nem mindig könnyen megkülönböztethető a kamaszodás ismert jeleitől. És éppen ezért fontos, hogy a szülőket felkészítsük erre, hogy a szorongásnak, a depressziónak milyen nyomait, milyen jeleit kell ilyenkor figyelni, mikor lehet szükség szakember beavatkozására. Most ebből a mély interjús kutatásból persze az a kép is kibontakozott, hogy mennyire nem kapták meg a szakember támogatását az elmúlt időszakban, akiknek erre szükségük lett volna. Nagyon sok okból.
Az iskola pszichológusoknak is nehezített volt a munkájuk ebben az időszakban, ahol egyáltalán volt, de ugye nincs elég iskola pszichológus. Elvileg 500 gyerekre jut egy. A mi kutatásunkban volt, aki úgy nyilatkozott, hogy rá speciál a körzetben 3000 gyerek jutott. Hát ez teljesen reménytelen helyzet. Így van. Online nem is nagyon lehetett végezni ezt a munkát. Ahol a legnagyobb baj volt a családban, ott aztán végképp nem jutott el a szakemberhez a gyermek, mert mondjuk ahol bántalmazták, ott nem küldték el mellette még az iskola pszichológus is, és nagyon sokakat kellett volna továbbítani pszichiátriára, de ez nem történt meg, mert leállt ugye az ellátásnak nagyon nagy része, feltorlódtak a gyerekek, most kerülnek be a rendszerbe, ami azt jelenti, hogy sok hónapos várakozás van azok számára, akiknek igazából most azonnal szakemberhez kell. Hát és akkor a pedagógusok, mert azt gondolom, hogy róluk is szól ez a felmérés, és a pedagógusok sincsenek könnyű helyzetben, önön maguk miatt sem, meg hát ezekkel a gyerekekkel dolgoznak együtt. Így van, nekem kifejezetten megterhelő volt olvasni egy-egy pedagógus vallomását, ami ebből az anyagból is átjön. Ugye itt összegezték a kutatók a 30 másfél órás mély interjút, és volt olyan, aki elmondta például őszintén, hogy ő egyszer csak azon kapta magát, hogy már sokadjára hazudik a diákjainak. Azt mondja, hogy nincsen internet, mert nem bírja magát rávenni, hogy megtartsa az online órát, és akkor egyszer csak fölismerte, hogy neki magának mentális segítségre van szüksége, hogy túllépjen ezen az állapoton, amibe került. Nagyon sok pedagógus elmondja, hogy ők maguk is kiégtek, túlterhelődtek, nehezen élték meg a bizonytalanságot, nehezen élték meg sokan, hogy magukra hagyva érezték magukat ebben a teljesen új helyzetben, és nem kapnak elég segítséget, egyrészt maguk sem mentálhigiénisen, és ez az egyik fontos következtetése a mi anyagunknak, hogy a pedagógusoknak, maguknak szükségük van rá, igényelnék, hogy velük is foglalkozzanak pszichésen, mentálisan. Másrészt 15 pedagógusból 13 mondta azt, hogy ő úgy érzi, hogy semmilyen felkészítést nem kapott arra, hogy hogyan tudná a gyerekeket segíteni ilyen szempontból. Miközben abban mindenki egyetértett, hogy óriási igény lenne erre, és nekik maguknak is lenne késztetésük, hogy elinduljanak ebben az irányba. Az eddigi képzésüknek ez nem volt része. Az anyag további részletei a honlapotokon olvashatok, gyakorlatilag teljes egészében, az UNICEF Magyarország honlapján. Antónia, mindig öröm, ha itt vagy. Gyere máskor is. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója volt itt az Egyenes Beszédben. Köszönöm. Én is.